én már nagyon sok szerelmest játszottam. Hát szerelmesnek kell lenni. Hát mondjuk alapvetően színésznek mindig szerelmesnek kell lenni. A szerelem persze közhelyes, hogy szerelmest játszani, stb. A boldogság keresés a leglényegesebb, amit szerintem mindannyian keresünk. Csak ebben az előadásban, ebben a műben hihetetlen bája van ennek a keresésnek. És ha ezt megtaláljuk, és mai nyelven tudjuk megformálni, akkor egyrészt a fiataloknak, másrészt mindenkinek olyan fajta dolgot, erőt tudunk adni ezzel a kereséssel. Nem szeretek ilyet mondani, hogy szerepálom, de nagyon szerettem volna egy ilyen igazán hős szerelmest játszani, alakítani, és köszönhetően az Enikőnek ez most valóra is vált. Hát nagyon vicces. Azt mondtam a Lacinak, aki ott volt mellettem, ugye ő játszott Csongor, hogy ez milyen kedves, ez milyen édes, milyen kedves egy mese. Ez az első blikre, hogy olvasa az ember, tényleg megmelengeti az ember szívét. Nagyon kedves, remélem, hogy jól is sikerül. A legborzasztóbb élményeim kötődnek hozzá a főiskolán. Morvai nagyon számon kért, akkor én tünde voltam, hogy nem látom a kutat, úgyhogy rengetegszer kellett megcsinálni, legalább 2-3 órán keresztül foglalkoztunk azzal az egy jelenettel, hogy nem látom a kutat, de most hál' Istennek Ilma vagyok, úgyhogy remélem ez jobban fog menni. Félni nem félek, inkább én ezt nagyon várom, izgatott vagyok, és remélem, hogy mindenfajta szempontból eredményt hozó munka lesz. Egy ilyen hatalmas nagy lendületet érzek az egész előadásban, a szövegben, a zenében, és hát igazából az emberek is, akik itt ültek velem, bennük is azt érzem, hogy nagy kedvel állnak nekik.